A Györkönyi Pincehegy 11 hektáros területén 330 présház van. Ide érkezett meg stábunk, ahol inkább pihenésnek tűnik a munka is. Kicsit mi is lelassulunk, megnyugszunk, lelkünk viharai kisülnek, és elcikáznak messze tőlünk, valahol a szőlősorok között. Hatalmas fák hűsítő árnyéka ad nekünk menedéket ezen a forró nyári napon. Györkönny Pincehegyre érkeztünk meg, abba a pincefaluba, ami állíthatom, és hát ha nem hiszik, akkor nézzék meg önök is saját szemükkel, de szerintem Magyarország egyik leggyönyörűbb, legkarbantartottabb és legkülönlegesebb pincefalujáról beszélünk. És hogy talán, ha nekem nem is hiszik el, akkor a képsoroknak mindenképpen hinniük kell, most itt barangolunk, jöjjenek velünk. És valószínűleg már ugye a ókorban ugye ide kerülhetett a szőlő, de a középkorban már itt nagy területeken művelték a szőlőt, és készítették a bort. Van különböző feljegyzések ebből az időszakból, de a török időkben is nagy mennyiségbe termelték a szőlőt, hiszen az itteni szandzsában a legnagyobb musbeszállító volt Györkönny. 1700-as évek elejére annyira elnéptelenedett, hogy a Meszelényi János földesúr német ajkúakat telepített, mint nagyon sok más településre, ahol ugye kihaltak. Éppen tegnap hallottam, hogy Tolna megyében alig maradt falu, volt élet a török idők végére, és ugye ennek megfelelően ugye ezeket a tulajdonosok betelepítették olyan emberekkel, akik a korábbi művelést tudták folytatni, és ugye a szőlő azon könnyen nem pusztul ki, és ugye itt 7 éves adómentességet adtak a szőlőtermesztésre és borkészítésre, és lámlám egy ilyen szép pincefalu kialakult, természetesen ez nem egyszerűen, hanem egy hosszabb időn keresztül alakult ki. Hát itt a legnagyobb terület Györkönyben 1000 hektár volt, ugye azt, hogy a mostani környékbeli borvidékeket, a neves borvidékeket is megnézzük, hogy ez egy komoly terület volt. Itt a legnagyobb, legjobb időszakokban azért 2-3 millió liter bor készült és fogyasztották el, de azért nem itt Györkönyben, mert az egy kicsit sok lett volna, de hát mindenfelé értékesítették, mint Magyarországon, mint Ausztria felé, illetve vannak legendák, hogy New Yorkba is a Györkönyi sárfehér bor elkerült. A 20. század közepéig nagyjából a lakó ingatlanoknak megfelelő számú több mint 400 présház volt Györkönyben. Ez komoly gazdasági erőt jelentett az itt élőknek. A történelem viharai azonban újra és újra megtépázták a Pincehegy békebeli szigetét. A II. Világháború után ugye sváb település, kitelepítések, tehát elég nagy drámák voltak itt, illetve ugye, ami általánosan ettől függetlenül is a településeknek nem kedvezett, hogy az urbanizáció elindult a II. Világháború után, nagyon sokan mentek városokba, és a nagyüzemi mezőgazdaság is ugye a szőlészeteknek nem tettek jót, ugye a magántulajdonoknak a korlátozása szintén nem tett jót, és közel 150 présház itt eltűnt az évtizedek során. Egészen a 80-as évekig ez ugye lefelé menet volt erőteljesen, mint általában minden kis településen, falun. Azóta nálunk ugye elég stabilitás van, illetve némi emelkedést látunk. A pincefalu nálunk nagyon megújult. A 85-ben le lett védve a levétel az akkori tanács még az építészetet, pontosan azért, mert nem láttak olyan megmozdulás, hogy palatetőt húztak a nádfedél helyére, és ezt nem tetszett nekik, hullámpala, és ez nagyon jót tett ennek a pincefalunak, és ennek köszönhető, hogy egyébként a pincefalva közül én azt gondolom, hogy a vagy az első, vagy a második helyen, de a legegységesebb építészete van, és a legszebben fennmaradt pincefalu. Az itteni pincefalu országosan is ismert, mára eljutottak odáig, hogy egységes, a hagyományos pincefalvak jellegét újra hordozó turista csalogató hely, ahol számos programot és rendezvényt bonyolítanak. Györkönny, Monor, Páty és Ócsa hozta létre 2012-ben a hazai pincefalvakat óvó és népszerűsítő szövetséget, elnöke egyben Györkönny polgármestere is.
látva azért, hogy Magyarországon vannak máshol is pincefalvak, és mindenhol ugyanazzal küzdöttek, hogy tehát valójában nem tudunk elég figyelmet vonni magunkra, de hogyha esetleg összefogunk, akkor mégis tudnánk ezt, ezért 2012-ben 4 pincefaluval megalakítottuk a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségét, és hát azóta azon dolgozunk, lobbizunk, hogy ezek a pincefalvak ismertebbé váljanak. Hát minden évben egy szakmai konferenciát szervezünk, volt már közös pályázatunk is, ahol több pincefaluban fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, de szeretnénk azt, hogy tehát nem pályázat, hanem egy kormányzati akarattal közvetlenül felfedezve ezt a barna mezős beruházást, hogy esetlegesen a kormányzat erre szánna. A szövetségben benne lévő pincefalvak összeadták a fejlesztési terveiket, amiben azért elég jelentősen kidomborodnak a fejlesztési irányok, a hiányosságok, ami egyébként egy pincefalunak az újjáéledését tudná megtenni. Cél, hogy a pincefalvak és általuk a települések gazdasági erejét erősítsék, a vidék fejlődését pedig elősegítsék azzal, hogy munkahelyteremtő, jövedelmet termelő vállalkozások elindulását generálják. A legtöbb pincefalu már a kiüresedett, házaik elértéktelenedtek, romosak. Az összefogás célja, hogy megállítsa ezt a folyamatot és rámutasson, ezek a falvak egykor a közösségi élet színterei voltak, és lehetnének is a jövőben.